gázást. Jajjaj. Na, ez most jó is. Hogy összekentem a függönyt a lánccal. Ti ezzel szoktatok találkozni ezzel a problémával? Hogy így összekenitek a függönyt a lánccal? Na, mutatok egy módszert, hogy lehet eltüntetni. Szóval itt a remek függönyünk, amiben ott a lánc nyomai láthatók. A legjobb módszer a féktisztító, meg kell mögé valami papír, mert vagy rongy, vagy akármi. Szerintem hozok egy rongyot, állítsd meg, mert a papír... Szóval egy rongy. Mögé teszel egy rongyot, mert át fogod fújni féktisztítóval. És látszik a folt? Látszik. Jaj. Eltűnt. Volt nincs, volt nincs. De várjál, mert nem jól tudom, nem tudom megfogni és megfújni is. Így. Oké. Jaj. És utána, ami lényeges, hogy így foltos lesz, úgyhogy azonnal, miután végeztetek ezekkel a kiszedésekkel, be kell dobni a mosógépbe, és ki kell mosni. De fröccsöny. Hát ezt már előbb meg kellett volna csinálni. Amikor friss, akkor még könnyebben vagytok. Hát, de... Ez még látszik, nem? Az nagyon. Jaj. Jaj! Azt hittétek, hogy csak az olló segít mi, mert megszoktátok tőlem. Vagy a lángszóró. Ugye, vasaljunk gázlámpával. És így eltűnnek a... Ez a lényeg, hogy a nagyobb foltokat, az tüntesd el, mielőtt a mosógépbe kerül. Ja, azt egy kicsit meg kiszedni a mosógép, nem? Meg a... Talán. Meg azt, hogy ilyen zsírfoltos lesz most ettől, hogy szétkenődik. Na, hol van még ilyen nagy? Ó, itt! Ostya úristen! Hát igen. Ott a szélén is van. Így jár az, aki biciklit hurcibál át egy sejjen függönyön rendszeresen. Na, itt a szélén szépen össze van barnulva. Jó. Ez itt elég jó néz ki. Csak nagyon egybe folyik ez úgy jön. Ugyni. És most leszedem a függönyt, ezt be a mosógépbe. Azt ott... Ennek ugye nem kell szárogatót tartani, mert amikor kész a mosás, akkor visszaakasztod a függönyt, úgyhogy nem lesz ez olyan bonyolult. Jó. Szingli tanfolyam. Mondjuk érdemes olyan ruhában csinálni, aminek nem számít, mert rád is megy. De ez akkor hatásos, ha jó nagy nyomással tolod neki. Hú. Jó, egy kicsit büdös. Széntetraklorid meg más szénhidrogének miatt. Egyébként a szőnyegből is ezt szedi ki, egyedüliként. Na, még itt van egy... Emlékszem, amikor az is tiszta olyan volt? Ja, azt is ezzel lehet. Szerintem állj meg egyszer, mert most már szedem le a függ. Na, most már csak arra kell rendőr, hogy leszedjük a függön. Jó, ez nagyon beakadt itt. Mi az? Ezt hogy sikerült minden rátakelni? De jó, hogy nem látok. Ötször körbe van tekerve itt a függöny zsinol a csipeszem, de hát hogyan? Na mindegy. Aztán miután leszettük a függöny, mehetünk a mosógéphez. Szóval mehetünk a mosógépbe. Zörög. Hát nem jó, ha a függöny zörög. Ja, mit találtam? Hát azt betetted volna. Oké.
ehhez szerintem ez a hűanyag anyag. Vagy melyik? Melyik anyag? Mivel mossunk függöny? Fogalmam nincs, van itt sok fele. Szerintem ennek nem megy ki, szerintem a fehér a legerősebb. Túljuk azzal. Hát az is majdnem fehér, vagy az olyan bőrszínű, vagy nem tudom. Fehér mosószer a legerősebb, az mindent kivisz. Hát ja. Még egy kis illatot neki. Jó. Aztán, ha kész a mosás, lehet felakasztani, de hát azt nem tudjátok képzelni. Úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi!